Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretett testvéreim itt a Gálocsi templomban és a TV képernyői előtt is. Először is az apostol köszöntésével hadd köszöntsem a gyülekezetet, kérem fennállva fogadjuk az apostol köszöntését. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek az ő atyának akarata szerint, kinek legyen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, mind örökkön, örökké. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, magasztaljuk a mindenható Isten tének szóval, és így fennállva, fennálló énekként énekeljük a 158-as számú dicséretünket. Fennálló énekként énekeljük a 158-as számú énekünket, a 158-as számú dicséretet, mely így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Szeretett testvéreim, és folytassuk énekszóval ünnepi Isten tiszteletünket, énekeljük most a 23. Zsoltárunkat. A 23. Zsoltárt énekeljük, mely így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. A 23. Zsoltár verseit énekeljük, szeretett testvéreim, énekeljük el az első, a második és a harmadik versszakot, énekeljük végig ezt az éneket, 23. Zsoltárunk.
ami segítségünk, ünnep Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön továbbra is az Úr Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Isten beszédét, igéjének szent üzenetét, ugyanint az írva található hitünk erősödésére és lelkünk épülésére, az apostolok cselekedetéről írott könyv 10. fejezetében, a 10. fejezetből, az első verstől kezdve a 23. versig terjedő igerészt olvasom fel. Amíg e megnevezett helyről az Úr beszédét felolvasom, a gyülekezet kérem, foglaljon helyet. Megnevezett helyünkön, szeretett testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetében, az első 23 versben ezt olvassuk. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő az egyik délután, 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja. Cornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte, mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra, most azért küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután eltűnt az angyal, aki vele beszélt, előhívta 2 szolgáját és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak, ezeknek mindent elmondott, majd elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg azok úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy, lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földbe. Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszó-mászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme azok a férfiak, akiket Cornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme, 3 férfi keres téged, kelj fel hát, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Cornélius százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hivasson téged a házához, és hallgassa meg, amit te mondasz. Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányon.
A kegyelmes Isten tegye áldássá életünkben, szeretett testvéreim, az igének olvasását, hallgatását és megtartását. És ajándékozza nekünk az Úr a Szentlélek világosságát, hogy annak fényénél értsük meg, mi az ő akarata. Jöjjetek ezért, imádkozzunk most fennállva a következőt. Szent Isten, örök forrása minden igazságnak és világosságnak, örökkévaló édes Jóatyánk Jézus által. Te önmagadban fölséges és dicsőséges vagy, méltó arra, hogy minden lelkek, angyalok és emberek meghajoljanak előtted, megismerjék felséges voltodat, imádjanak és dicsőítsenek téged. Mi gyarló emberek, megismerjük, hirdetjük és dicsőítjük megmérhetetlen nagyságodat, kibeszélhetetlen jóságodat, szentségedet és örökre való bölcsességedet. Értelemmel, okossággal, szabad és halhatatlan lélekkel áldottál meg bennünket, és azt akarod, az volt nekünk kijelölt célod, hogy értelmi tehetségünket kifejtve, okosságunkat használva legyünk jók, bölcsek, szentek és igazak, képezvén magunkat egy halhatatlan, szabad és boldog örök életre. Bocsáss meg nekünk, Atyánk, gyarló embereknek, akik, ha kifejtjük is a belénk adott szép tehetségeket, de nem használjuk azokat úgy, mint a Te bölcs és szent akaratod kívánja. Eltévesztjük az utat, nem élünk azokkal az eszközökkel, melyeket számunkra rendelsz, s önhibánk miatt elesünk a boldogságtól, melyre egyébként annyira vágyik a lelkünk. Édesatyánk, Istenünk, a tudomány által, melyre minket szent házadban tanítasz, osszad jobban és jobban elménk sötétségét, szenteld meg mindinkább akaratunkat, és juttass közelebb bennünket ahhoz a célhoz, melyre teremtettünk. E végre kérünk, légy most is jelen közöttünk kegyelmeddel és szent lelkeddel, kérünk, vondd el figyelmünket a mulandó világ gondjaitól és bajaitól, és függeszd el minket figyelmetes hallgatására azoknak, melyek minket bölcsebb, jobb, nyugodtabb és boldogabb emberekké tehetnek. Jöjj közénk és áldj meg bennünket szent lelked segítségével. Könyörülj rajtunk, mindenható Isten, kérünk, légy jelen közöttünk e templomban, áldj meg bennünket önmagaddal, a megelevenítő lélekkel, a próféta szavával könyörgünk előtted. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és kérünk, légy segítségünkre Jézus Krisztus nevében. Amen. Ige hirdetésre készülődvén most, szeretett testvéreim, énekeljük a 336-os dicséretünkből a negyedik versszakot. A 336-os számú énekünkből a negyedik verset énekeljük, 336-os énekünknek negyedik versszakát, mely így kezdődik: adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, mai Isten tiszteletünk alapigéjét úgy, mint amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot tenni kívánok az ő üzenetéről. Írva található számunkra ez az igevers az előbb fölolvasott és meghallgatott ige szakaszban.
Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetében, a 10. fejezet 4. versében a következőképpen. Így válaszolt az angyal, imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra. Eddig tart mai alapigénk, a gyülekezet kérem foglaljon helyet. Kedves testvéreim, ünneplő keresztjén gyülekezet! Felolvasott ige szakaszunk, kiválasztott mai szent igénk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetéből való. Az első 23 verset hallottuk szent leckeként, felolvasott igei üzenetként, és a 4. vers a kiválasztott mai Isten tiszteletünk alap igéje. Ebben a fejezetben, szeretett testvéreim, mint hallottuk, Kornélius és Péter találkozásáról van szó. A Szentíró Lukács evangélista Kornélius és Péter találkozását adja elénk. Ennek a találkozás történetnek az első felét hallottuk most, hallgattuk meg, amely tulajdonképpen két látomásnak, két mennyei jelenésnek a története. Az első látomás és jelenés az, hogy Kornéliusnak megjelenik egy angyal, a másik pedig, hogy Péter látja ezt a bizonyos nagy lepedőt, nagy takarót, amelyben a Föld mindenféle élő lényét látja, és ha megéhezett, hát akkor válasszon belőlük és egyen, de ő visszautasítja ezt háromszor is mondván, Uram, soha semmi tisztátalan nem érintett engem, és ezután sem akarom, hogy érintsen, miközben Isten szent lelke súgja a szívébe, amit Isten megtisztít, azt te nem mondhatod többé tisztátalannak. Tulajdonképpen, kedves testvéreim, ennek a történetnek a bevezetését, a két bevezető történetét hallottuk, mindkettő egy-egy látomás, Isten lelke által ihletett látomás, mind Kornéliusé, mind pedig Péteré. A találkozás elővezetése, bevezetése ez. És ebben a történetben, amikor Péter Kornélius házanépében is Jézus Krisztus evangéliumát hirdeti, nos, ebben a történetben, kedves testvéreim, a misszió kiteljesedését kell lássuk. Teljessé válik a pogány misszió, teljessé válik a misszió, a Krisztus evangéliumának hirdetése, kiteljesedik a misszió, amikor is túllép most már, túllép Júdeának a határain, és túl fog lépni az arám, a zsidó nyelv területen is, és megérkezik a Római Birodalomba. A Római Birodalom egy eléggé magas rangú hivatalnoka fogja hallani, és fog hitre jutni Péter ige hirdetése nyomán. Szeretett testvéreim, mai ige szakaszunk tanulságait, hozzánk szóló üzenetét három pontban foglalhatjuk össze. Először is Kornélius személyének a bemutatása áll előttünk, és azután ezzel kapcsolatosan második gondolatban a kegyesség jutalmáról van szó, arról, hogy van jutalma a kegyességnek, és harmadik gondolatunkban az is kiderül, hogy mi a jutalma, ez a jutalom nem más, mint az üdvösség. De haladjunk szépen sorjában. Először is az ige szakasz bemutat számunkra egy embert, egy bizonyos Kornéliuszt. Bemutatja nekünk őt, hogy kicsoda ő és micsoda ő. Így olvassuk az első és a második verset. Élt Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ennyit hallunk róla, szeretett testvéreim, az első két vers bemutatja őt, de a hozzáértő és szakavatott fülek azonnal sok minden tanulságot és sok minden következtetést le tudnak vonni ebből a két rövid versből. Először is a neve, Kornélius, ez egy nagyon latinos név, egy latin név ez, egy latin emberről van szó. Aztán azt halljuk, hogy az itáliai csapat századosa. Ezek szerint egy római katona, nem is egyszerű közkatona, hanem egyik tisztje a római seregnek, a római hadseregnek, egy katonatiszt. Aztán azt olvassuk, hogy Cézáreában él,
Ez a város egy római város volt ebben az időben, Jézus korában és a Jézus mennybe menetele utáni néhány évtizedben. Cézáreát úgy ismerjük, mint a júdeai tartománynak a középpontját, a központját. A földközi tenger partján feküdt egykoron ez a város, egy kikötő város, és hajóra szállnak a rómaiak, és egyenesen átvitorláznak a földközi tengeren, és Itáliába, Rómába, a birodalom szívébe, középpontjába meg tudnak érkezni hajóval, a földközi tengeren keresztül. Nagyon gyors és nagyon biztonságos volt a közlekedés. Sokkal gyorsabb és sokkal biztonságosabb, mint hogyha szárazföldön tették volna meg azt az utat. Egy földközi tengeri kikötőváros ez a Cézárea, Jeruzsálemtől észak-nyugatra található, de már messze túl van, messze kívül van Izrael országának történelmi határain. Az egykori föníciai partvidéken található ez a város, és a római közigazgatásnak, a birodalmi közigazgatásnak, Júdea provinciának a közigazgatási római központja. Ott van a hadseregnek, a római légióknak a főhadiszállása, sőt, a mindenkori júdeai helytartónak, prokonzulnak is, ott van az állandó székhelye, mind a Jézust halálra ítélő Pilátusnak az állandó palotája, állandó székhelye Cézáreában található, mind pedig azoknak a helytartóknak, akik Pál apostol idejében, Pál apostol 2 éves fogságának az idejében is ebben a Cézáreában élnek és helytartóskodnak, Félix és Festus nevű helytartók vannak említve Pál apostol történetében. Nekik is az állandó központjuk és állandó székhelyük ez a bizonyos Cézárea. Csak olykor-olykor, időről időre látogatnak el Jeruzsálembe a római helytartók, mert a közigazgatásnak nem Jeruzsálem, hanem ez a Cézárea, a központja, a fővárosa. Szeretett testvéreim, azt olvassuk, hogy ez a Cornélius ebben a közigazgatási központban, tartományi fővárosban él, és azt olvassuk róla, hogy ő egy százados, latin szóval élve egy centurió, a római hadseregnek egy tisztje. Tulajdonképpen, hogyha megvizsgáljuk, akkor elég magas rangú tiszt. A százados a mai modern hadseregekben nem olyan nagy, magas rang van, annál sokkal, de sokkal magasabb rang. De a régi római légiókban nem így volt. A római haderőt különféle hadseregekre, úgynevezett légiókra osztották. És egy légió általában és békeidőben 6000 emberből állott, ennyiből tevődött össze egy légió, plusz hozzá kisegítő csapatok, és a 6000 embert felosztották 6 ezredre, és minden ezredet csak úgy, mint ma, 10 századra osztottak fel, és egy-egy századnak volt egy százados a parancsnoka. Latin szavakkal élve, az ezredek azok voltak a kohorszok, és a századok meg a centúriák, és egy centúriának az élén volt ez a bizonyos centúrió, az egy-egy százados századparancsnok. Ha így vesszük, akkor ő egy százados, fölötte van egy ezredes, az egész seregben van 6 darab ezredes, és az egész 6 ezredesnek, az egész légiónak a parancsnoka, a hadsereg parancsnok, aki ott állomásozik velük együtt, és általában a helytartó szokta a hadsereget parancsolni, parancsnokolni abban a cézáreai városban. Tehát tulajdonképpen tisztársai vannak még jócskán, de nála magasabb rang, a századosnál magasabb rang nincs is, csak az ezredes, meg a légió parancsnokának a rangja. Ha így vesszük, akkor ő egy eléggé magas rangú katonatiszt, szeretett testvéreim. A harmadik legmagasabb rang, amely ebben a seregben létezett. Előkelő származás kellett ahhoz, hogy valaki a római seregben százados, vagy ezredes, vagy légió parancsnokká váljon. Előkelő római birodalmi származás, patrícius családból kell, hogy származzon az ilyen ember, és ha ez, akkor meg gazdag és vagyonos arisztokrata ember kellett, hogy legyen. S minden okunk megvan feltételezni azt, hogy ez a bizonyos Cornélius is egy ilyen ember volt. Előkelő származású, gazdag, vagyonos, jómódú ember kellett, hogy legyen. És ezek után azt halljuk, vagy ezekkel együtt azt halljuk róla, hogy mindezek mellett még kegyes és istenfélő ember is volt. Kegyes és istenfélő ember. Micsoda nagy áldás.
És micsoda hatalmas jó dolog ez. Úgy tűnik, hogy a gazdagság, a jómód nem ellentéte a hitnek. Nem ellentéte az Isten félelemnek, még akkor sem, hogyha a mi gyülekezeteinkben nem sűrűn forgolódnak a gazdag, az előkelő, a híres, a jómódú ismert emberek. A világ híres gazdag emberei a világban keresik a hírnevet, és nem Isten egyházának a szolgálatában, bár Cornélius példája pontosan azt mutatja, hogy nem kellene ennek így lennie, és egyáltalán nem különleges és egyáltalán nem kirívó eset volna az, hogyha az előkelő, a híres, a jómódú emberek is isteni kegyességben, Isten félelemben élnék és gyakorolnák az életüket. Azt olvassuk Cornéliusról, hogy szüntelenül könyörgött, kegyességét szüntelenül tartja, és folytonosan alamizsnálkodik. Nem szűnik meg az Isten hitet gyakorolni, és ez egy nagyon különös dolog, ha tudjuk, hogy ő egy római katonatiszt, azoknak általában római pogány vallásuk van, római pogány bálványimádó istenhitük van, de úgy tűnik, hogy az Úristen szent lelke őt már réges-régen kiválasztotta valami másra, valami többre, valami csodálatosra, és ez a valami, ez a más, ez a csodálatos most fog elindulni, akkor, amikor Péterrel találkozik. Szüntelenül könyörög, és azt látjuk, hogy nagyon fontos az imádság. Nagyon fontos imádkozni, nagyon fontos Istenhez könyörögni. Cornélius is ezt teszi, és ez a kegyesség meghozza számára gyümölcsét. Cornélius szüntelenül könyörög, és az Isten hitben él és jár, és ennek meg is lesz az eredménye, hiszen találkozni fog Péterrel, találkozni fog Péteren keresztül Krisztus Jézus evangéliumával, és találkozni fog magával a mindenható Isten szent lelkével is, hiszen a történetnek az lesz a csattanója, és az lesz a csúcspontja, amikor a megelevenítő Szentlélek kiárad Cornéliusra és háza népére, és ezért mondottuk az imént, hogy a misszió, az evangélium hirdetésének a kiteljesedése ez a történet, hisz oly dolog történik, ami korábban sohasem, hogy latin anyanyelvű, pogány származású és pogány vallási háttérrel rendelkező emberek is megkapják a szent lelket. Péter és a Joppéból vele érkező keresztény testvérek még csodálkozni is fognak, hát így szólnak ők, hát még a pogányokra is kitöltetik a Szentlélek, hát az Úristen szent lelkének ezek szerint nincsen határa, Isten kegyelmének nincsen határa. Erről szól, fog szólni ez a történet, kedves testvéreim, arról, hogy szüntelenül könyörögni kell, és hogyha szüntelenül könyörgünk, az imádság meghallgattatik. Ha szüntelenül gyakoroljuk magunkat a kegyességben, akkor annak megvan a jutalma. És ezzel el is érkezünk mai igemagyarázatunk második pontjához, mely szerint a kegyességnek megvan a jutalma, kedves testvéreim. Megvan a jutalma. Azt olvassuk, hogy miközben imádkozik egyszer ez a bizonyos Cornélius délután 3 óra tájban az egyik napon, látomásban tisztán látja, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja Cornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte, mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid feljutottak Isten elé, és ő emlékezik azokra. A kegyességnek megvan a jutalma. Angyal jelenik meg Cornéliusnak, és az angyal szólítja meg őt, imádságaid feljutottak Isten elé, és Isten megemlékezik a te imáidról, megemlékezik a te könyörgésedről. Nem hullottak porba az imádságok, s nem hull porba a fohász, amit Istenhez küldünk. Nem volt hiába való az a sok kegyesség, és nem értelmetlen az a sok imádság, kedves testvéreim, nem hiába való és értelmetlen az a sok könyörgés, amit akár Cornélius végzett, vagy akár mi végzünk egész életünk során. Az imádság nem pusztába kiáltott szó, jegyezzük meg jól. Az imádság nem értelmetlen dolog, hanem imáink szavai feljutnak Isten elé. Figyel imáinkra az Úr.
minden egyes imádságot hall, és minden egyes könyörgést meghallgat az Úristen. Mindent lát és mindent hall, és mivel mindent lát és mindent hall, ezért mindenre odafigyel a mi Urunk. Jézus Krisztus nevében mondott imáink feljutnak, eljutnak Isten színe elé. Ott vannak azok az imádságok az ő trónja előtt, és csodálatosan meghallgatja az Úr azokat az imákat. Mi itt a földön, ebben a templomban mondjuk el imáinkat, kezünket összekulcsolva az Úrhoz szólunk, s a mi imáink Jézus Krisztus a közben járó közben járásával a mennyei trónteremben visszhangoznak. Itt szóljuk a könyörgést, és odafenn hallják. Itt mondjuk az imát, és odafenn hallatszik a mi könyörgésünk. Kornélius, imádságaid és könyörgéseid felhatottak, feljutottak Isten elé, szólítja meg őt a megjelent angyal, és Isten megemlékezik a te könyörgésedről, megemlékezik a te imádságaidról. Kedves testvéreim, az imádság nem pusztába kiáltott szó, nem értelmetlen dolog. Csupán a válasz ideje kérdéses. Az, hogy van meghallgattatás, nem lehet kérdés. Az, hogy az Úristen meghallgatja imáinkat és válaszol a könyörgésre, az nem lehet kérdés, nem is kérdéses. A kérdés csupán az, hogy mikor történik meg ez az isteni válaszadás. Kornéliusnak most jelenik meg az angyal akkor, amikor Péter éppen Joppéban tartózkodik. A két város között azért, mint láttuk, van két napnyi gyaloglási távolság, úgyhogy akkor lehet az több mint 60 kilométer is. Úgy szoktuk mondani, tartani, hogy 40 kilométert egy nap egyetlen ember még le tud gyalogolni, de meg kell aludniuk egy éjszakát, úgyhogy két nap a kettő város közötti távolság, hát több mint 40 kilométer, 60 akár még annál több is lehetett abban az időben. De most történik a meghallgattatás. Azt viszont nem tudjuk, hogy mikor kezdett el könyörögni Kornélius. Mióta imádkozik, mióta böjtöl, egy hét óta vagy egy év óta, egy évtized vagy akár 2, 3, 4, 5 évtized óta tartja a kegyességi gyakorlatát. Sokat imádkozik, sokat böjtöl, kegyessége jól ismert és kétségbe vonhatatlan, és ma, most eljött az alkalom, hogy angyal jelenjen meg neki, és angyal adja tudtára, meghallgattattak könyörgéseid, feljutottak imáid az Úristen színe elé. Nem kérdés, szeretett testvéreim, hogy az imádság meghallgattatik, csupán az ideje lehet kérdés, hogy mikor érkezik ez a válasz. Pusztán az a kérdés, hogy mikor válaszol az Úr, mikor küldi hozzánk angyalát, hogyan és milyen formában érkezik hozzánk az isteni válasz. De a válasz megtörténik, ahogyan válaszol Isten is Kornéliusnak, imádságaid és alamizsnáid feljutottak Isten elé, és ő emlékezik azokra. Isten megemlékezik a könyörgésekre, megemlékezik imáinkról, és még újabb, meg újabb bátorítást is ad az Úr azért, hogy imádkozzunk, azért, hogy könyörögjünk. Mert Isten meghallgat, bátorít bennünket, hogy imádkozzunk. Hát imádkozzunk, szeretett testvéreim, imádkozzunk, amikor örömünk van, akkor imádkozzunk hálaadó imádsággal, adjunk hálát az Úristennek. Imádkozzunk akkor, amikor bánatunk van, netán a szívünket gyász keserűsége emészti. Imádkozzunk akkor gyászunkban, keserűségünkben is az Úrhoz. Imádkozzunk akkor, amikor kísértések között élünk, hogy az Úristen adjon nekünk kitartást kísértéseink közepette. Imádkoznunk kell az Úrhoz mindig. Nyomorúságban azért, hogy megszabadítson, betegségben azért, hogy meggyógyuljunk, háborúban azért, hogy békét adjon nekünk a mindenható Isten. Imádkozni kell, és mindig imádkozni, mert az imádságot meghallgatja, mert az imák nem hullanak a porba, nem térnek vissza a földre üresen, meghallgattatás nélkül, hanem ahogyan mai igényben is látjuk, meghallgatja az Úr. És Kornéliusnak angyalán keresztül választ ad, és az angyal üzenetének következtében majd Péterrel fog találkozni,
és a Péterrel való találkozás pedig végtelen örömöt és végtelen boldogságot hoz számára, oly örömöt és oly boldogságot, amely nem csak őt, hanem egész házanépét, és mindazokat, akik hisznek az Úrban, üdvösséggel, örök boldogsággal ajándékozza meg. Az imádságnak, a kegyességnek, a templomba járásnak, az alamizsnálkodásnak megvan a jutalma, ezt látjuk, ezt halljuk mai igénkben. Megvan a jutalma Isten népének, szeretett testvérei. Megvan a jutalmunk, s hogy mi ez a jutalom, azt is tudjuk, az sem titok, az sem rejtett dolog. A jutalom az üdvösség. Kegyességünk jutalma az üdvösség, szeretett testvéreim. Halljuk ma, hogy van jutalom, és halljuk a következő gondolatban, hogy ez a jutalom nem más, mint az üdvösség. Üdvösség Jézus Krisztus által, üdvösség Isten mennyei hajlékában, üdvösség a mennyei országban. Megvan a jutalom, és ez a jutalom számunkra az üdvösség. Kornélius jutalma kegyességének az volt, hogy megjelenik előtte az angyal, és azt mondja, hivasd magadhoz Simon Pétert. Péter mondani fog neked valamit, valami csodálatos dolgot, ami nagy örömöt jelent majd számodra, meg számotokra. Kornélius fogja is magát, elküld, mint hallottuk, egy szolgát, meg a szolgából két katonát, elmennek, és megkeresik Joppéban Simon Pétert, magukhoz hívják, aztán Péter elmegy velük, két nap múlva érkeznek meg, Péter meg Jézus Krisztusról fog nekik prédikálni, Krisztusról fog beszélni. És miközben hallgatják a bűnbocsánatról szóló evangéliumot, miközben hallgatják a Krisztus megváltásának örömhírét, szívüket is átjárja az öröm, a Szentlélek töltetik ki rájuk, és örök boldogságban részesedik Kornélius, és nagyon fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy nem csak ő, hanem házanépe. Mindazok, akik egybe vannak gyűlve, mert ott lesz ő, ott lesz felesége, ott lesznek gyermekei, de a Szentírásunk azt mondja, hogy házanépe. Egy régi görög kifejezéssel élve oikosz, mindazok, akik a ház tartáshoz tartoznak, talán ez a helyes magyar szavunk erre a szóra, az oikoszra, háztartás. És egy ilyen római katonatisztnek, egy régi római légius katonatisztnek, mint mondtuk, egy arisztokrata előkelő, gazdag családból származó ember háztartásához hozzátartoznak kicsik és nagyok, rabszolgák és szabadok, mint látjuk, katonák és szolgák vannak ott, és mindnyájukra kitöltetik majd a Szentlélek, felnőttekre és gyermekekre egyaránt. Keresztelések alkalmával szoktuk is ezt idézni, hogy gyermekkeresztséget azért szolgáltat ki református anyaszentegyházunk rendtartása, mert Kornélius egész háza népével együtt megkeresztelkedik. Nem maradott ki senki. Nem marad ki sem a gyermek, sem a felnőtt, sem a katona, sem a rabszolga, sem a szabad, sem a rabigába vetett. Mindenkit megkeresztel Péter apostol, és mindenki megkeresztelkedik. Ez volt az ő kegyességének a jutalma, hogy a Szentlélek kiáradhatott rájuk, és kiáradhatott közöttük. A mi kegyességünk, Isten félelmünk jutalma pedig, kedves testvéreim, az üdvösség. Lelkünk üdvössége a mennyországban. A mi jutalmunk és a mi boldogságunk az, hogy lelkünknek örök dicsősége lesz a mennyek országában, a megdicsőültek végtelen seregében, Krisztusnak kebelén, ahogy a Szentírás tanít. A mi jutalmunk az, hogy még a haláltól sem félünk, hiszen a halál pillanatában is megdicsőülés vár ránk, és megdicsőülés vár lelkünkre. A mi jutalmunk az, szeretett testvéreim, hogy a mennyek országában Krisztus kebelén örök dicsőség és örök élet van fenntartva számunkra. Ezekben a napokban talán egy picit többet gondoltunk a halálra, vagy a halottakra, mikor a temető kertekbe is elzarándokoltunk, hogy számunkra kedves és fájdalmas emléket őrző sírhantok mellett álljunk meg, elhelyezvén az emlékezés virágszálait. Nos, szeretett testvéreim, amikor halálra és
régen eltávozott kedves szeretteinkre gondolunk, akkor is bátorítás, és csodálatosan fontos bátorítás számunkra az üdvösség ígérete, a mennyei jutalom ígérete, amely Jézus Krisztus által a miénk. Hiszen Jézus Krisztus által van jutalma kegyességünknek, ő a megváltó, ki bűneinket eltörli, és a kárhozattól megszabadít bennünket. Jézus Krisztus a szabadító, aki testének és vérének feláldozásával megmentette, kimentette lelkünket a Golgota keresztjén, a ránk váró, egyébként jogosan ránk várható örök ítéletből. Megment bennünket Krisztus, teste és vére, kiontatott vére és megtöretett szent teste az üdvösség eszköze, Krisztus által van jutalma kegyességünknek, Krisztus által van örök jutalma a mi lelkünknek. Szeretett testvéreim, azok, akik hisznek, és azok, akik hiszünk Jézusban, ezt az örök jutalmat birtokoljuk. Éppen ezért fontos a hit, éppen ezért higgyünk benne, higgyünk egyedül Jézus Krisztusban. Szükséges, hogy a hit és a kegyesség és az alamizsnálkodás egy egész életen át tartson. Szükséges az, hogy egész életünkön át tartson a hit és a kegyesség, mert, mint az előbb mondottuk, a jutalom biztos, kétségbe vonhatatlan, csak ennek a jutalomnak az időpontja bizonytalan. Nem tudjuk, hogy mikor érkezik el a megjutalmazás pillanata. Hiszen a Szentíró semmit nem szól arról, Cornélius mennyi időn keresztül végezte ezt az imádságos, kegyes gyakorlatát, aminek a jutalma az volt, hogy megjelenik előtte az angyal, elhívja Péter, találkozhat Péterrel és Krisztus Jézus evangéliumával. Szeretett testvéreim, szükséges az, hogy Jézusban higgyünk egy egész életen át, szükséges az, hogy megtartsuk Krisztusba vetett kegyességünket, hogy őt imádjuk szüntelen, hogy őt magasztaljuk szüntelen. Szükséges az, hogy szorgalmasan olvassuk a Bibliát, és tudakozzuk, tanulmányozzuk a kegyességnek útját, azt a keskeny utat, amelyet Jézus Krisztus járt és jár előttünk, amely úton ő megy előttünk, s amely utat ő mutatja meg nekünk. Szükséges, szeretett testvéreim, kegyességben élni, imádságos kegyességben, Biblia olvasó, Isten félő kegyességben élnünk, alamizsnálkodnunk, és bizonyságot tenni arról a csodáról, arról a megváltásról, amely Jézus Krisztusban van, és Krisztus által a miénk. És hogyha hűségesen megmaradunk ebben, ha hűségesen végezzük ezt a kegyes szolgálatot, akkor egészen biztos számunkra is Isten mennyei jutalma. Ha egész életünkben az Isten félelem és a szolgálat Krisztusi útján járunk, egészen biztos számunkra is a jutalom, egészen biztos számunkra is az üdvösség, az örök üdvösség Isten mennyei honában. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, ige szakaszunk összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy a mai történetünk Cornélius százados látomása, kegyességének jutalma volt, és ez a jutalom az volt, hogy találkozhatott Péterrel és Péter által az evangéliummal, így szent lelket nyer, és Krisztus üdvösségének birtokába jut. A mi kegyességünk jutalma is biztos, és a mi kegyességünk, Isten félelmünk jutalma az örök élet. Éppen ezért tartsuk meg hitünket, s őrizzük kegyességünket, hogy miénk legyen az örök élet dicsősége. Amen. Helyünkön maradva, szeretett testvéreim, ráfelelő éneket énekeljünk, válaszolván az ige szavára. Énekeljük ráfelelő énekül, kedves testvéreim, a 471-es dicséretünkből az első versszakot. 471-es énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. 471-es énekünk első versszaka, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem.
Imádkozzunk fennállva. Felséges Úristen, mindenható Atyánk a Jézus Krisztus által, megnyitjuk ismét ajkainkat, és rebegő nyelvünkkel, jóságodon megindult szívvel vallást teszünk rólad. Vallást arról, hogy tőled száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék, onnan felülről, az egekből. A nagy természet hirdeti csodás dolgaidat, a napok egymásnak tudományt mutatnak a te bölcsességedről, egyé a más ének beszél az Istennek, ő nagy dicsőségéről, mint a Zsoltáros is írja. Mi a te képmásaid, magasztalunk téged, mindenható Isten, dicsőítjük szeretetedet, és hálát adunk a méltóságért, melyet nekünk adtál, a dicsőségért, melyet rajtunk értelmi és erkölcsi valókon elárasztottál. Kezeid munkáin úrrá tettél bennünket, és csak kevéssel teremtettél kisebbé az angyaloknál. Ó, Urunk! Méltóságunk érzetében tégy minket igazán méltóságosakká, a bűnt, mely nem illik hozzánk, gyűlöltesd meg velünk. A kegyességet, mely veled összeköt, s melynek jutalma van, keltsd életre bennünk. E földet csak szállásunká tetted, de mi sokszor ennek kincsei miatt kockára tesszük igazi mennyei hazánkat, lelkünk üdvét, ó, bocsáss meg nekünk ezért. Taníts, Atyánk, mennyiben keressük itt jólétünket, mennyiben legyünk szorgalmasak testi életünkért, gazdagságot vagy szegénységet ne adj nekünk, táplálj hozzánk illő eledellel bennünket, hogy meggazdagodván meg ne tagadjunk téged, s elbizakodva azt ne mondjuk, kicsoda az Isten, táplálj hozzánk illendően, hogy a szegénység, ínség miatt csalás, lopás bűnében essen lelkünk és életünk. Mindenek fölött tégy minket mindenben, jó és bal sorsban is, hálás gyermekeiddé, tégy naponként tökéletesebbekké, miként te mennyei Atyánk is tökéletes vagy. Könyörülj gyülekezetünkön, református anyaszent egyházunkon. Könyörgünk, áld meg egyházunk szolgálatát, annak minden egyes tagját, mind köz, mind fő rendeit egyaránt. Gyógyítsd a betegeket, mennyei Atyánk. Könyörgünk hozzád, segítsd a beteg ágyon fekvő testvéreinket, enyhítsd a szenvedő kínjait. Könyörgünk hozzád, vigasztald a gyászolókat, gyámolítsd a gyámoltalanokat, imádkozunk, hogy légy az árvák Atya, mindenható Úrunk. Őrizd, kérünk, szeretteinket, őrizd a gyermekeket és szülőket, nagyszülőket és unokákat, őrizd, kérünk, a hitves társak egymás iránti szeretetét és hűségét, légy a közelben és a távolban élőkkel egyaránt. Adj békét, mindenható Isten! Adj békét a szívekbe, adj szeretetet szíveinkbe, s adj békességet földjeinkre is, és tartsd távol tőlünk, hajlékainktól, gyülekezeteinktől a háborús veszedelem véres áradatát. Könyörülj rajtunk, mindenható Isten, a te irgalmasságod szerint, s add, hogy a te gyülekezeted hozzánk illő, s téged magasztaló kegyességben maradjon, se kegyességnek legyen jutalma, a Jézus Krisztus nevében ígért örök üdvösség. Hallgass meg bennünket, kérünk, de legyen meg mindenben a te akaratod. Amen. Mondjuk el most, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, szeretett testvéreim!
és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek először is az adakozás szolgálatát, az ige biztatásával, a jótékonyságról és adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hirdetem a gyülekezet adakozásait. Özvegy Ruszka Andorné szerettei emlékére 5000 forintot adományozott. Legez a Gyula és családja szeretteik áldott emlékére 200 grivnyát, Legez a István szerettei emlékére ugyancsak 200 grivnyát adományozott. Az Úristen áldja meg a jókedvű adakozókat, és akik fájó szívvel emlékeznek elhunyt kedveseikre, őket vigasztalja Krisztus feltámadásának húsvéti örömhíre. Hirdetem továbbá, szeretett testvéreim, a ránk következő hét gyülekezeti alkalmait. Hirdetem, hogyha Isten éltet bennünket, minden gyülekezeti alkalmunkat meg fogjuk tartani. Hirdetem először is azt, hogy jövő vasárnap egy hét múlva, ugyanúgy, mint ma, reggel 8 órai kezdettel tartunk ünnepi istentiszteletet. Aztán kedd reggel 8 órától hétköznap reggel istentiszteletet tartunk, szerdán délután pedig hittanórákat és bibliaórát fogunk tartani. Hirdetem azt, hogy szerdán délután a hittanóránk 3 órától lesz, 1 órával korábban, mint eddig volt, és utána pedig Biblia órát fogunk tartani, tehát 3-tól kezdődnek a hittanórák, és azután hittanórák után, úgy, ahogy szoktuk, Biblia óránk lesz. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őrizője, kedves testvéreim, szeretettel hívogatom és várom keresztjén testvéreimet ezekre az alkalmakra. Most pedig más hirdetés nem lévén áldáskérés előtt hitvalló éneket énekeljünk, énekeljük fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Isten népe, annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás mind örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és ünnepi Isten tiszteletünk bezárásaként befejezésül záró éneket énekeljünk. Énekeljük zárásként, szeretett testvéreim, a 467-es énekünket, 467-es számú dicséretünket fogjuk énekelni, a 467-es számú énekünket. Énekeljük végig mindegyik versszakával, énekeljük el ezt az éneket, 467. A 467-es ének így kezdődik: Jöjj Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom.